Március 8-án ünnepli fennállásának 10. születésnapját a Korzó Galéria. A helyi képzőművészeti alkotókat összefogó és munkájukat bemutató állandó tárlat létrejöttének az volt az elsődleges célja, hogy ne csak rendezvényeken lehessen velük találkozni, hanem bármikor, bárki számára elérhetőek legyenek. Jelenleg 11 alkotó és 11 műfaj tartozik ebbe a körbe. Kézi szövőtől kezdve a nemezen át, a gyöngyfűzés, a mézből készült termékskála, és itt a szappanoktól kezdve a gyertyákon át, aztán a fának a különböző megdolgozásai, a selyemnek, az üvegnek a megdolgozásai, a horgolások. Tehát ebben pont, hogyha a kézművesek összejönnek, az egy nagyszerű dolog, hogy egymást inspiráljuk, és mindig még újabb dolgok nőnek ki. Akár, hogyha többen összefognak, akkor lehet, hogy még egy újabb termék kerül ki a kezük közül. És nem csak új dolgok születhetnek egy ilyen közösségben, de arra is lehetőséget ad, hogy a helyi termelők, kézművesek portékái a hosszú és összetett út helyett közvetlenül jussanak el a fogyasztókhoz. Nem olyan régen volt az a Covid járvány, amikor megtapasztalhattuk, hogy milyen az, amikor leállnak a hosszú ellátási láncok, és okoznak mindenféle gondot a mindennapos élelmiszerellátásban. A nyíregyházi kézműves alkotók sokszínűségéről még többet megtudhatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban.